Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják. Adásunk élő és az önkormányzati percek keretén belül első részben vitaműsorra kerül sor, második részben pedig a Terézvárosi iskolákat bemutató sorozatunkból a Vörös Marti Általános iskola igazgatója lesz a vendégem, Rakó József úr, aki meginvitálja a szülőket a nyílt napjaikra, illetve elmondja, hogy milyen az iskola, miért érdemes odaíratni a gyerekeket. Most pedig a stúdiónk vendégeit köszöntöm nagy-nagy tisztelettel. Pap László úr, Terézváros alpolgármestere, Nyíri Gábor, önkormányzati képviselő, az Együtt a Korszakváltók pártja részéről. Uraim, a kezemben tartom Terézváros magazinját, amiben egy nagyon részletes cikk van a terézvárosi költségvetésről, ez lesz a mai fő témánk. És engedjék meg, hogy mielőtt vitára bocsátanám a témát, akkor elmondjam, hogy azt hiszem, nagyon kevés terület, kerület és település dicsekedhet azzal, hogy ellenszavazat nélkül fogadták el a költségvetést, és a költségvetés mellett levő ellenzéki képviselői részben is minden képviselő gyakorlatilag, ha nem is azt mondom, hogy az elismerés hangján, de egy nyugodt informatív bírálatot tudott mondani a költségvetésről, hiszen jó számokkal indíthatjuk ezt az évet. Akkor először talán alpolgármester úr, minek köszönhető az, hogy ennyire egységes volt most a képviselőtestület? Hát először is tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, a képviselő urat is természetesen. Egységes volt a szavazás a végén. Valójában ugye 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a képviselőtestület a 2016. évi költségvetést. A testületülés vitájában ugye részletesen kifejtettük az álláspontunkat erről a kérdésről, de ugye azt megelőzően az előtte való két napban is mindhárom bizottságülésen részletesen tárgyaltuk a költségvetést, számtalan kérdés vetődött föl, ellenzék oldalról is természetesen. Mi igyekeztünk ezeket a kérdéseket nagyon tisztességesen megválaszolni, és hát én ennek tudom be aztán a szavazásnak a végeredményét. Tulajdonképpen így ülünk egymással szemben, hiszen van, amikor igazi vitára kerül a sor, nem tudom, hogy mennyire lesz vita, de nézzük meg ellenzéki oldalról. Ugye azt mondtam, hogy egységesen elfogadták a terézvárosi költségvetést a képviselők, valóban 10 igen és 4 tartózkodás volt. A tartózkodás az gyakorlatilag egy elismerésnek számít, hiszen nem elutasították a költségvetést, hanem azt gondolom, hogy a maguk bírálata mellett azért mégiscsak elfogadhatónak találták. Mi volt ennek a tartózkodásnak az oka, és akkor utána majd megnézzük részleteiben, hogy mi volt az, amit vitára szántak volna. Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Ez a tartózkodás, ez annak a kifejeződése, hogy ez a pohár most félig teli vagy félig üres, ez egy nagyon régi dilemmának a kifejeződése. Honnan nézzük? Ugye a ellenzéki oldalról nézve a költségvetés alapvetően nagyon jó az, hogy nem szorul a kerület hitelfelvételre, és ez mindenképpen nagyon fontos Terézváros életében. Mi viszont egy más elképzeléssel közelítenénk mondjuk a kerület gazdálkodásához, egy lendületesebb ívet szánnánk a kerületnek, hiszen a nagyon jók az anyagi forrásai jelen pillanatban Terézvárosnak. Ez köszönhető, azt gondolom, a szigorú költségvetési politikájának a városvezetésnek. Viszont én úgy érezzük, hogy most már azok az idők jöttek el, amikor már komolyabb beruházások irányába is el tudna mozdulni a kerület. Ezeknek nem látjuk azért minden szempontból a megvalósulásoknak a lehetőségeit, hiszen a piacfelújítás is azért úgy látjuk, hogy késik. Illetőlegesen a társasházi felújítási pénzekben volt komolyabb vitánk ezeknek az elosztásában, hiszen nagyon jó dolog az, hogy ennyire sok pénzt tud költeni a kerület a társasházaknak a megsegítésére, viszont mi hiányoltuk, ami egy régebbi gyakorlat volt, a visszanemtérítendő támogatásoknak a bevezetését, hiszen nem minden társasház van abban az anyagi helyzetben, hogy csak hitelfelvétellel, és hát az önkormányzattól kapott kamatmentes hitellel éljen a pályázatok révén. Vannak olyan társasházak, amik szerintem komolyan segítségre szorulnak az anyagi helyzetükből adódóan,
illetve a társasházi felújításoknál azért még, és a pályázatoknál volt még olyan kifogásunk, hogy a gépészeti és tehát a gépészeti munkáknak az elvégzését ugyan támogatja most már a pályázati rendszer, viszont kisebb százalékban, mint a szépészeti munkálatokat. A gépészeti munkálatoknál ez átlagosan olyan 30% körüli hányados, ami viszont mondjuk a homlokzatfelújítást, vagy az ilyen szépészeti megoldásokat támogatja az 50%. Mi ezt fordítva próbáltuk volna elképzelni, hiszen a homlokzat meg a lépcsőház felújítás az nem tud szerintem addig végbe menni, amíg gépészetileg az elektromos hálózat, vízgáz hálózat nem funkcionál rendesen egy adott társasházban. Meg is állunk itt egy pillanatra, mert két nagy lélegzetvételű gondolat volt, lehet, hogy már eleve ketté kellett volna venni, de azt hiszem, hogy itt van a lehetőség arra, hogy alpolgármester úr lépni tudjon ezekre, és elnézést kérek a kedves nézőktől, az egyik lámpánk kiment, ez egy élő adás, itt a kollégáim megpróbálják közbe majd megoldani a fény problémáinkat, remélem, hogy azért így is látható az adás. Hát remélem, hogy nem fogunk homályba borulni. Azért, ahogy nézem, annyira nem. Azért a költségvetésünk rendben lévőnek tűnik, hál' Istennek. Igen, képviselőt felvetett itt néhány dolgot, tehát megpróbálok rá tételesen reagálni. Az egyik az az, hogy anyagi források, anyagi lehetőségek. Igen, valóban a kerületnek a gazdálkodása néhány évvel ezelőtt olyan irányt vett, aminek az lett az eredménye, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezünk, amelyek a fejlesztéseknek az alapjául szolgálnak, vagy éppenséggel pályázati önerőként tudnak szolgálni. Nyilván nem volt ez mindig így, Most lehetőségünk van arra, hogy ezeket az eszközöket hatékonyan felhasználva tényleg a kerület javára fordíthassuk, és ténylegesen úgy fordíthassuk, hogy ez az átlag állampolgár számára is érezhetővé váljon. Ezért egyébként fejlesztési oldalról egy több mint 800 millió forintos fejlesztési projekt sorozatba kezdtünk, ez csak ezt az évet érinti. Tehát 800 millió fejlesztési projekt. Ez kifejezetten sorozat, az igen. Egyes projekteknek az összértéke, emellett ugye nincsen benne például mondjuk a társasházi pályázatoknak a finanszírozására, majd még mindjárt kitérnék részletesebben is. Ezek az egyes projektek. Ugye beszéltünk már arról, számtalan alkalommal hallottak a kedves nézők arról hírt, hogy mintegy 380 millió forintból a Bajza utcai általános iskola megújul, 90 millió forintot szánunk a Lendvai utcai óvodának a felújítására, 110 millió forintot a sportpont felújítására, az 5-ös 10-ben is lesz egy 30 millió forintos beruházás, készül az Erkel iskolának az ebédlő felújításának a terve, a Benc úr kert kérdésében egészen előrehaladott állapotban vagyunk, és akkor nem is beszéltünk például a Fasori óvodának az udvaráról, ahol mi döntés nem született, de ott is a végén járunk már a döntés előkészítési szakasznak, mint egy 30 millió forintos beruházásról lesz szó. Hát ezt így összeadva így nagyjából 800 millió forint fog kijönni. Szó esett egy filmadat elejéig a csarnok kérdéséről. Azért a csarnokra jegyezzük meg, hogy a mostani kutatásaink alapján már 1986-ban is azt tervezték, hogy a csarnokot felújítják. Azóta néhány önkormányzati ciklus tovább futott, hova tovább rendszerváltás is megtörtént azóta. Most viszont valódi lehetőség van arra, hogy a csarnokot meg tudjuk újítani, és egyébként és azt hiszem, hogy ez teljes egyhangulag történt a szavazás 2015 decemberében a tervezési munkálatoknak az elindításáról, olyannyira, hogy néhány hónapon belül az első szükséges dokumentációk már a kezünkbe is lesznek, amelyek a csarnok felújításához elengedhetetlenek, csak sikerült kimondani, és e tekintetben már az idén szeretnénk a kivitelezési munkálatokat is megkezdeni, legalábbis az első csapásokat megtenni a tekintetben, és aztán pedig az egyébként elfogadott ütemtervnek megfelelően a tetőtől indulva lefelé meg fog újulni a csarnok, és nyilván ez egy hosszú éves projekt. Tehát több éves projekt, ezt nem lehet egy esztendő alatt megoldani. Ugye 30 év alatt nem is sikerült ezt senkinek, mi viszont ezt a dolgot kezeljük, és meg is fogjuk tudni minden reményünk szerint oldani. A társasházakról... Még a társasházakról ne válaszoljon, még nem válaszolok. Szeretnék egy pillanatra visszatérni, közben a fényünk is megérkezett, hála Istennek.
Az előbb azt mondta képviselő úr, hogy nem elég lendületes a költségvetés tervezése a beruházásokat illetően. Na most itt alpolgármester úr elmondta azokat a számokat, az iskolák, az óvodák, stb. A felújításoknak az ütemtervét. Mi az, amit önök úgy találnak, hogy mégsem annyira lendületes, mi az, ami hiányzik ebből? Hát például a csarnoknál visszatérve a mi álláspontunk az, hogy faluban szükséges a csarnok felújítása, de ezt lehetne egy egészen más konstrukcióban is. Érdemes lenne átsétálni a 7. kerületben, ott található a Klauzáltéri csarnok. Ott ugye egy kiskereskedelmi élelmiszerlánc is bekerült az ottani csarnoknak tehát az ottani csarnokba, és mondjuk ez a vasárnapi boltbezárás áldásos vagy áldatlan állapotát enyhíti a kerületben. Itt nem tudom, hogy pontosan milyen konstrukcióban, én úgy tudom, hogy ez a kiskereskedelmi lánc is részt vett a finanszírozásban, így nem mindent adóforintból kellett elvégezni. Itt lehetne akár egy ilyen konstrukció is, hiszen akkor vasárnap is érdemes lenne nyitva lenni a csarnoknak. A vasárnap most nincsen nyitva egyébként a csarnok? Nincsen nyitva a csarnok. Nincs is értelme. De piac lehetne nyitva? A 2015-ös döntés, decemberi döntés kapcsán előzetesen megkérdeztük a piacon árusítást végző vállalkozókat. Azt hiszem 29 darab visszajelzést kaptunk a vállalkozóktól, írásbeli visszajelzést kaptunk. Itt 28-an nem támogatták a vasárnapi nyitvatartást, és egy támogató aláírás, illetve egy támogató aláíró ív érkezett vissza. Ebből számunkra az következik, hogy bizonyára megvan az oka annak, hogy a vállalkozók miért nem szeretnék vasárnap nyitva tartani a csarnokot. Ez egy a fontos csarnokot. Kérdés egyébként. Tehát úgy gondolom, hogy a 28-1 az elég reprezentatív a csarnokotban árusító vállalkozókat tekintve. Nem szerették volna, így aztán ez a kérdés nem is került napirendre. Egyébként még visszatérve itt a vasárnapi nyitvatartásra, mert ugye ez egy sarkalatos kérdés, ugye egy országos döntésnek vagyunk az alanyai, de itt gyakorlatilag csak, hogyha itt a Szondi utcába végigmegyünk, itt legalább 10 kis üzlet nyitva van. Tehát azt nem lehet elmondani, vagy nem lehet mondani, hogy igen, a nagy áruházláncok, amik kényelmet szolgálnak olyan szempontból, hogy el lehet menni shoppingolni vasárnap, és teretés helyet kapunk közös családi programokra is egyébként nagyon sok esetben, ez elmarad. De egyébként tehát az élelmiszer szempontjából szerintem itt a lakók, a kiskereskedők által hozzájutnak ahhoz a termékhez, amire mondjuk a piac kapcsán hiányozna. Nem tudom, hogy érzékelhető, hogy miről beszéltünk, vagy beszéltem. Érdemes, én csak tényleg azt tudom javasolni, érdemes elsétálni a Klauzáltérre, és ha az ember ott körbenéz, elég jól látszik, hogy vasárnap, ráadásul plusz programokkal is régiségvására hasonló rendezvények összehetesz kötni, és ugyanúgy egy ilyen élő dolog alakulott ki, tehát egy élő piac. A mostani formájában azt, hogy az előbb említettem, nincs sok értelme, én azt gondolom, hogy tényleg így csak piacként nincs túl sok értelme kinyitni vasárnap, ezt nem is támogatják érthető módon az árusok. Viszont ha már egy kiskereskedelmi lánc ezt föl tudná vállalni, és be tudna szállni a költségekbe, az már egy komolyabb előrelépés lenne, hiszen nem csak Terézváros állampolgárainak, vagy hát a terézvárosi adókból fizetnénk ki ezeket a felújítási munkálatokat, hanem lenne külső segítség, külső forrás is. Ettől függetlenül én nagyon fontosnak tartom a piac felújítását, hiszen az utolsó vásárcsarnok Budapesten, ami nem lett felújítva, és mindenképpen ez... Én 88 óta vagyok itt, fontos. Azóta nem volt olyan képviselőtestület, nem volt olyan párt, nem volt senki, aki ne tűzte volna zászlajára a Hunyadi téri csarnokot, hát előbb-utóbb csak dűlőre jutunk vele. Még annyit azért tegyek ehhez a Klauzáltéri dologhoz hozzá, Klauzáltéri csarnokhoz hozzá, mivel Erzsébetvárosról van szó, és csak nyilván képviselő csak a példakedvéért hozta most ezt itt a terézvárosi műsorba. De azért egy-két apróságról, ha már itt tartunk, és talán a műsorról megengedi, hadd hívjam fel a figyelmet.
A klauzáltéri csarnoknak a főbérlője az egy külföldi áruházlác valóban, ahogy képviselő úr mondja, de nem most kezdték ezt el, hanem már nagyon régen. És egyébként a klauzáltéri csarnok alapterületének a 70-80%-át egyébként elfoglalják, minden más marad az őstermelői vonalnak. További óriási különbség a klauzáltéri csarnok és a hunyadi-téri csarnok között, hogy a hunyadi-téri csarnoknak van két fejépülete. Egyébként ez egyedülálló, a többieknek nincsen, tehát nem csak a lauzátérek nincsen, hanem a hódlócainak sincsen, meg mondjuk nincsen a nagyvásárcsalatnak sincs fejépülete. Itt viszont van, ez nyilvánvalóan lehetőséget is ad egyrészt, másrészt meg elképesztő módon növeli a költségeket, és a piaci ügyféltérhez az égvilágon semmi köze, felújítási szempontból legalábbis. Ez az egyik nagy különbség. A másik nagy különbség, a klauzáltéri csarnoknak az egyik oldala a klauzáltére nyílik, vagy az egyik homlokzata, ami nem is az igazi homlokzata, hiszen a csarnok az csak 15 méterre beljebb kezdődik, tehát az egy külső homlokzat. A másik oldalon pedig ugye egy utcára nyíló homlokzata van, ezzel szemben a hunyadi-téri csarnoknak három darab homlokzata van, hiszen a Szófia utca, az Ötvös utca és a Csengeri utca határolja. Tehát nagyon nem mindegy, hogy műemléki vonalon három oldalt kell felújítani egy ilyen épületnél, plusz a fejépületekhez tartozó homlokzatrészt, vagy csak magát a csarnokot, és a benti nagybérlővel, egyébként ezt a szakirodalom, ha jól tudom, mágnesbérlőnek hívja, aki bevonza a többi kiskereskedőt és bevonza a vásárlókat is, akik egyébként a adott áruházlánc termékeire kíváncsiak, és egyébként még vásárolgatnak az őstermelőtől is. Mi nekünk nem volt ilyen ötletünk, és most sincs ilyen koncepciónk, hogy a vásárcsalók területének 50-60-70%-át egyetlen bérlőnek adjuk oda. Mi szeretnénk a piaci funkciót abban a rendszerben, hogy ebben a formában vagy nem, az egy más kérdés, de ugyanabban a rendszer, mint hogy most működik, megtartani. Tehát a klauzáltéri csarnok az bizonyos szempontból lehet csak példa. Én szerintem felújítási szempontból, és lehet, hogy talán ebbe egyetértünk, teljesen más kategória, és akkor még a költségekről és a költségkülönbségekről nem is beszéltünk. Egyébként, ha már itt tartunk, ugye, ahogy említette alpolgármester úr, ugye, hogy három homlokzati része van a mi csarnokunknak. A többiekkel szemben, tényleg a Hold utcait is, hogyha nézem meg a klauzáltérét is, egy nagy bejárattal rendelkezik, és egy homlokzaton kell. Hát maximum két homlokzatuk van, igen. De ugye, ha már a homlokzatoknál tartunk, akkor a másik, amit mondott képviselő úr, hogy a homlokzatok felújítására, a lépcsőházak felújítására több pénzt szán a képviselőtestület, illetve az önkormányzat, mint a műszaki fejlesztéseknek a támogatására. Miből adódik ez? Szeretjük a szépet látni magunk körül, a küncsére adunk jobban, a házaknak a belső, vagy az életveszélyességre, mert azért az is nagyon fontos, hogy a lépcsőházaknál sok esetben ugye életveszélyesek a lépcsőházak. Lehet, hogy nem olyan esztétikus, de azért arra is oda kell figyelni, vagy a gépészetre. Most akkor átértünk, gondolom, a társasházak. Igen, ez volt a kis átvezetőm a társasházak homlokzatokról, igen. Igen, hát ugye a társasházak támogatása esetében azért azt szögezzük le, hogy egyrészt a gépészetnek a támogatása, a gépészeti felújítások, itt ugye vízvezetékrendszerek, gázvezetékrendszerek, elektromos vezetékrendszereknek a felújításáról van szó elsősorban, még néhány kisebb elemet még tudnék hozzámondani. Ezeknek a felújítása, ez nyilván prioritás. Na de mikortól kezdve prioritást? Ez 2014-ben volt először prioritás, előtte egyáltalán nem volt erre vonatkozóan semmilyen támogatás, még 30%-os támogatás sem volt. Tehát ezt a 2015 márciusában megszületett új társasházi pályázati rendelet. Ez kerületi, igen. Tehát ez a rendelet emelte be egyáltalán, és hogy még néhány számmal bombázom a kedves nézőket, azért azt ugye 118 társasház volt a pályázatnak a nyertese a legutóbbi pályázati kiírásban, tehát 2015-ben az őszi és a tavaszi kiírást összesítve, és ebből 69 társasház, felismervén a gépészetben rejlő lehetőségeket, meg a logikát egyébként, a józan paraszti logikát, 69 társasház a gépészeti berendezéseknek a felújítására nyújtott be pályázatot, és a korábbi 72%-os, vagy a még korábbi 50-51%-os nyerési arány helyett 90%-os arányban nyertek is a társasházak. Tehát a 10 benyújtott pályázatból 9-et az önkormányzat a 2015. évben támogatott. És ugye egy friss hírt tudjak még mondani, néhány órával ezelőtt, de tényleg szó szerint néhány órával ezelőtt volt egy közös képviselői fórum az Ötvös 10-ben, ahol nem számoltam meg, de kb. 500 közös képviselő előtt sikerült egy fórumot tartani, ahol elmondtuk az új elemeket is. Egyébként gépészeti elemeket is tartalmaz, elég ha csak a
a kapu telefonrendszerek kiépítésére és felújítására gondolunk, és egyébként a kapualjakra, a lépcsőházakra és magukra bejárati kapuk felújítására is van most már forrás, és egyébként, hogy az ellenzékkel együttműködésünket mi sem bizonyítja jobban. Pontosan egy ilyen elem volt egy bizottság ülésen a liftek felújításának a kérdése, illetve a liftek kiépítésének a kérdése, amiben akceptáltuk az ellenzéknek azt a kérését, hogy a százalékos összeget emeljük meg, és gyakorlatilag a bizottság, miután én, mint előterjesztő befogadtam az javaslatot, a bizottság egyhangulag szavazta meg a liftek esetében ennek a százaléknak az emelését. És ugye arról is szó volt, hogy ezek a százalékok egyébként nem kőbevésetten vannak ilyen mértékben beállítva. Ugye egyetlen egy évet tudtunk még letekintetben, most 2016-ban a második, már a gépészeti rendszerekkel közös pályázati anyagot tudjuk majd most lefuttatni, vagy pályázati eljárást tudjuk lefolytatni. Itt is megnézzük az igényléseket, megnézzük azt, hogy melyik lesz az, ami igazából népszerű, melyik, ami valódi segítséget jelent a társasházaknak. És akkor ennek megfelelően majd 2017, mondjuk februárban, márciusában újra gomboljuk a kabátot, és meglátjuk azt, hogy hol tudunk igazából még nagyobb segítség lenni a társasházaknak. Egyébként így a társasházak gépészeti felújítása, vagy tehát nem homlokzatot érintő felújítása kapcsán volt valami igényfelmérés, vagy egyáltalán nem is igényfelmérés, hanem felmérés, hogy milyen állapotban vannak a társasházak, vagy ezt a vagyonkezelő állandóan nézi, figyeli, és tudja azt, hogy mire lenne igény, vagy mi lenne szükséges? Hát a vagyonkezelő olyan értelemben, ha nem is úgy fejlődik, hogy nézi, de a vagyonkezelő ugye számos társasházban, mint az önkormányzat képviseletében eljáró szervezet, ugye a közös, illetve a társasági közgyűléseken részt vesz. Ugye mindegyik társasházban van éppenséggel, van amelyikben néhány amaló 100%, most önkormányzati tulajdon van, és egészen nulláig megy ez le. Általában 6-8-10%-os tulajdonrészekkel rendelkezünk, vagy még annyival sem a társasházak többségében, de a vagyonkezelő, mint az önkormányzat képviselője jelen van ezeken a közgyűléseken, számos olyan dolog elhangzik, amit ott nyilván a kollégák lejegyeznek, ezt mi megpróbáljuk értékelni, illetve hát ugye a tulajdonosi főosztályunknak a munkatársai egyébként pontosan a pályázatok kapcsán, hiszen egy társasházi kapcsolat nem csak a megnyerésig szól, hanem utána 3 vagy 5 évig még fizetik a társasházak a kölcsöntörlesztéseket, tehát elég aktív a kapcsolat a közös képviselőkkel, és számtalan olyan konzultáció volt, ahol az igényeket föl tudtuk mérni. Hát tulajdonképpen ennek a következménye az, hogy a gépészeti elemek mint pályázható munkák beemelésre kerültek a 2015-ös kiírásba. Egyébként itt az önkormányzatnak van-e valami olyan kapcsolata, akár bankokkal, akár más hitelintézettel, hogy az önrészt a társasházak meg tudják maguknak finanszíroztatni? Hát nekünk közvetlen kapcsolatunk, ahogy említettem, csak abban néhány százalékban van, amennyiben a társaságban tulajdonosok vagyunk. Ellenben a társasházak jelentős része egyébként saját megtakarítással, ha más nem, akkor a lakástakarékpénztár formájában egyébként rendelkezik. És mi azt a pályázat folyamán önerőként, azt az ígérvényt, amiből ebből származó forrásra ígérvényt tesz a pénzintézet, azt mi egyébként önerőként elfogadjuk. Tehát ezt mi úgy veszük, hogy önerő rendelkezésre áll, és ennek megfelelően adjuk meg a szükséges támogatást a pályázati döntéskor. Visszadom a szót Nyíri úrnak, mert volt még, önbe folytottam a szót, és nem tudta befejezni a gondolatát, mert a társasház témánál megállítottam. Még maradhatunk itt egy gondolat erejéig, igen, hogy nem, én úgy emlékszem, talán a testületülésen elhangzott, hogy nem vették fel az egész összeget így se a társasházak, úgyhogy ennek valószínűleg ez az oka, hogy ugye az önerőt nem tudják biztosítani, itt lehet, hogy kéne valamit finomítani ezen a dolgon, mert hogy, de hát nézzük meg az új rendeletet, és akkor az alapján ki fog derülni, hogy mennyire intenzíven fordulnak a pályázati formához, de ehhez a pályázati formához. Én azt javasolnám, hogy ezt jövőre nézzük át, hogy esetleg tudunk-e olyan visszatérítendő elemeket bevonni, ami segíteni ezt a azt, hogy minél több társasház forduljon pályázati lehetőségekhez. Szerintem ez jövőre már mindenképpen fontos lenne. Mivel folytatta volna, hogyha nem folytatta volna? Hát ugye itt az első gondolathoz, hogy nagyobb
ívben képzeljük el. Valóban tényleg itt egy elég komoly összeg kerül itt elköltésre, fejlesztések által, viszont például a közterületi fejlesztések, tehát vagy a közúthálózatnak a fejlesztése igazából még szóba sem került, illetve hát a képviselőtestületi ülésen szóba is került itt a zöldítés, amiben egy ilyen elvi, vagyis hát egy jól fogalmazva egy ilyen szándéknyilatkozatot fogadtunk el, hogy most megvizsgáljuk egy utcára tekintve, hogy tudjuk zöldebbé tenni Terézváros utcáit. Itt ugye nagyon sok kifogás elhangzott, hogy a közművek, az utca szélessége, stb. Korlátozza ezeket. Itt továbbra is a 7. kerületet javasolnám, hogy érdemes oda átsétálni. Ott mondjuk például a Rózsa utca 7. kerületi oldalán nagyon szépen látszik az, hogy ez tud működni. Igaz, nem fasor települt, de zöld szigetek települtek, az út burkolat megújult, és egy nagyon jó aurát adott az egész utcának. Itt Terézvárosban igazából az ember sétál az utcákon, azért ezt nem tapasztalja. Persze megújult a Nyugati tér, megújult a Zeneakadémia előtti tér, de ez nem egy olyan átfogó koncepció. Persze ez most nem került szóba a képviselőtestület ülésen, hogy mondjuk útborkolat cseréket vegyünk bele a költségvetésbe, de szerintem megragadom itt az alkalmat a műsor által, hogy ezt jelezzem a fideszes városvezetés felé, hogy jó volna ezzel foglalkozni, mert külső Terézváros nagyon kopár ebben a dologban, tehát hogyha ezt úgy vesszük, hogy ez szükséges. Belső Terézvárosban meg már az útburkolatok szerintem az én magam felkészültségével egyszerűen már veszélyesek is néhol. Töredezettek, kátyús a járda is, úgyhogy, és ezek már nekem nem biztos, hogy toldozni kéne, hanem koncepciószerűen elindulni és úgy haladva felújítani, tekintve, hogy egyébként magát, tehát az ingatlan boom által most már elég sok fejlesztés be fog indulni, remélem a Király 40-ben is, volt balettintézet is most már beindul, illetve hát egyre több palota szépül, újul meg. Itt ezeket a környező utcákat is érdemes volna a górcső alá venni, és elkezdeni valamilyen ütemterv szerint felújítani és zöldíteni. A zöldítés előtt mielőtt válaszolna, csak egy gondolat, hogy említettük itt az előbb ugye a 7. kerületet jó példaként, én nekem mindig, amikor az Akácfa utcába végig sétálok, ahol nem, hogy Akácfa, de egyetlen egy fa nincsen, akkor, akkor azt gondolom, hogy azért ott is van mit még javítani. Nyilván van mit javítani, és szerintem ebben nincs olyan tag a képviselőtestületben, aki például a zöldesítés kérdésében egyébként ne értene egyet ezzel a koncepcióval, egyébként pontosan ellenzéki felvetésre gyakorlatilag kezdtük el ezt a közös gondolkodást. A gondolkodás eddig is megvolt, most egy közös gondolkodás, egy magasabb szintre lépett a történet, és valóban el kell kezdenünk néhány utcával fölmenni, de azért az, hogy közművek vannak, az, hogy az utcák szélessége adott, ez egy körülmény, tehát ez nem kifogás, ezzel muszáj együtt élni, és egyébként pedig csak úgy lehet egy ilyen felújítást megkezdeni, hogyha az összes közműszolgáltatóval előzetesen egyeztetünk, és majd lenyilatkoztatjuk őket, és teszem azt, 10 évig nem bontjátok fel az általunk lerakott utat, mondjuk vezetékfelújítás miatt. És hogyha ebben meg tudunk állapodni velük is, akkor nincsen ilyen jellegű probléma. Egyébként pedig, még egy dolgot hadd mondjak el, a költségvetésben szerepel ilyen tétel, mégpedig a vagyonkezelő költségvetésében szerepel ilyen tétel, hiszen a 2016. évben is ez egy 85 millió forintos útfelújítási alapot képeztünk, tehát ilyen jellegű kiadási sorunk létezik. Ez az egyik dolog, a másik pedig a városüzemeltetési osztály költségvetésében viszont szerepel olyan tervezési tétel, amely a Macskaköves utcák útburkolatának a cseréjét szolgálja. Na most bizonyos szempontból én is szeretnék gyorsabban lépni, meg nagyobbakat is lépni, és akkor még gyorsabban haladni. Ellenben egy egészen tisztában vagyok azzal, most már legalábbis, mert föl lettem világosítva, hogy egy ilyen, teszem azt egy Ötvös utca végi Macskaköves útburkolat cserének az előkészítési szakasza,
ez adott esetben az egész 2016-os évünket el fogja venni. Magyarul most... Költségvetésileg? Nem költségvetésileg, hanem időben. Tehát mi betervezzük a tervezésre szóló költségeket, illetve forrásokat, ez egyébként meg is történt. És, de mire ebből végrehajtható terv lesz, lehet, hogy az év végén leszünk, és a jövő évi költségvetés terhé lehet majd az effektív munkát elvégezni, ez csak egyetlen egy példa volt. A kerület megújulására meg egy dolgot hadd mondjak csak a képviselő úrnak, bizonyára nem ismerte az akkori történetet, de hogyha hallotta például a Király 40-nek a sajtótájékoztatóját, vagy az abból származó MTI hírt, vagy valamilyen hírforrást, akkor ott a cég vezetője 1,6-1,7 milliárd forintra tette csak a telek értékét. Én javasolnám megnézni, hogy 2006-ban az épület eladása az milyen körülmények között történt, és mennyiért. És akkor rögtön kiderül azt, hogy ez kinek volt igazából jó üzlet, vagy éppenséggel rossz. Annak viszont nyilván örülünk, hogy például a Király 40, vagy az összes több olyan épület, aminek már rég el kellett volna készülnie, de csak egy telket látunk a tovább is a helyén, az előbb-utóbb fölépül, megújul, ezáltal is hozzájárul egyébként a kerület összképének a megújításához. Utolsó perchez érkeztünk, nagyon elszaladt az időnk, úgyhogy mindenkinek egy gondolatnyi hozzászólása van még a költségvetéshez. A költségvetéshez kapcsolódóan még azért azt el szeretném mondani, hogy nagyon sajnálom azt, hogy a Terézváros újságban a gondolataink nem tudtak szerepelni, a két kisebb ellenzéki pártnak a véleményét elolvashattuk, a miénk az nem fér bele. Ott... Azért van itt. Igen, és nagyon örülök, hogy a hatos csatorna teret ad a mi véleményünknek az elmondásához. Remélem, a jövőben ez meg fog változni, hiszen azért a mi pártszövetségünkre, terézvárosiaknak a közel 34%-a adta le a voksát, úgyhogy bízom benne, hogy ez komolyabban veszi majd a kerületi vezetés, hogy ez jobban átjöjjön. Köszönöm. Hát mi a terézvárosi polgároknak az akaratát mindig is komolyan vettük, ezután is komolyan fogjuk venni. A költségvetéssel kapcsolatban csak annyit, amit én a testületülésen is elmondtam, hogy hitünk szerint és meggyőződésünk szerint ez egy jó költségvetés, ez egy végrehajtható költségvetés. Ebből a költségvetésből Terézváros egészében, összességében profitálhat, és még azt is hozzátettem, hogy a zárszámadás előtt vagyunk még, és majd a zárszámadás kapcsán fog az igazi pontos összeg majd kijönni, az lesz majd az igazi. Megsúgom, hogy jobb lesz még ennél is. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőinknek ajánlom, hogyha még a sarkalatos számokra is kíváncsiak, akkor vegyék a kezükbe a Terézváros újságot. Nagyon sok érdekes információval gyarapodhatnak. Az uraknak nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek a beszélgetésen, a vitában. A kedves nézőket pedig hagyj hívjam meg március 15-i ünnepségünkre, amely március 11-én pénteken 11 órakor lesz, szokás szerint a Jókai szobornál, a Terézvárosi Önkormányzat, az 5-10 Kulturális Egyesület, illetve a Kulturális Központunk és a város vezetése. Mindenkit nagy-nagy szeretettel vár, koszorukat lehet elhelyezni, ünnepeljünk együtt, egy szép műsor lesz, és azt hiszem, hogy egy felemelő élmény, hogyha együtt lehetünk ezen az ünnepen. Még egyszer köszönöm szépen. Köszönjük szépen.